2018 első fél évében 13%-kal nőtt a beruházások mértéke Magyarországon. Több mint 3000 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg az év első felében. Varga Mihály arról is szólt, a kormányzat külön támogatta a nagy beruházásokat, 2015 óta 91 ilyen jött létre, összesen 130 milliárd forint értékben. Ezt a beruházást a magyar kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásai közé sorolta, és 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az összesen 15 milliárd forintos beruházás több mint 100 új munkahelyet teremtett. A pénzügyminiszter példaértékűnek nevezte azt a családi kezdeményezést, mely egy garázsboltból indulva az ország egyik legmodernebb vállalkozásává vált. Most nagyon sokan, nagyon sokféle példát tudnak ebbe belemagyarázni, a vállalkozás fejlesztéséről, a térség fejlesztéséről, de mégis, ha visszamegyünk a kezdetekhez, akkor alapvetően azt kell hozzá, hogy az ember képes legyen alkotni, és akarjon is alkotni. Horváth Kálmán kormány megbízott avató beszédében arról szólt, ez egyfajta főpróbája volt a Paks 2-nek. A megye életében ez egy egészen különleges jelentőséggel bír. Nem hinném, hogy onnan kellene megközelíteni, hogy újabb 100 embernek adtak ebben a térségben munkát. Az is nagyon fontos dolog. Én nem erre helyezném a hangsúlyt, hanem arra, hogy valójában ez a vállalkozás a maga méretével és a maga technológiával egy különlegesség. A hazai piacellátás mellett a dunaföldvári gyár termékeit Skandináviában, a Baltikumban és Közép-Kelet-Európában exportálják több mint 20 különböző országba. A vállalat hazai feldolgozó kapacitása ezzel a beruházással több mint 100 ezer tonnára nőtt. A gyártás során kiemelt fontossággal kezeljük a környezetvédelem ügyét, mondta Vajda Attila ügyvezető. Mi feltétlenül felelősek és felelősen gondolkodunk a kollégáinkért, a környezetünkért. Hogy a beszédemben is elmondtam, fontos számunkra a környezet, fontos számunkra a környezetvédelem, fontos számunkra az a kollega, akivel nap mint nap együtt dolgozunk, hiszen egy jelentős részét a vállalatunknál tölti az életéből. A most átadott gyáregység a beruházás első üteme. A tervezés a következő fejlesztési ütemre már elkészült.